a szószoros értelmében egyszerűen leírom azokat a jeleket, amelyek a tudatomban megjelennek. Lehetnek azok hangjegyek, rendszerint azok, lehetnek betűk, az írógépem előtt ülve írom őket, vagy egyszerűen lehetnek rajzok, amikkel kifejezem magamat, a gondolataimat és a zenémet. Ezek is író termékek, írott termékek. De egyébként abban a pillanatban, amikor írok valamit, megszűnik a külvilág számomra, és teljesen kikapcsolódom. Ugyannyira kikapcsolódom, hogy a szomszéd kutya a reggeltől estig ugathat, én nem hallom. A házamban akár rádió is szólhat, mint ahogy nagyon sokszor szólt, jó erősen, mondjuk kint a konyhába, vagy valamelyik másik szobába, és én minden további nélkül komponáltam, mert nem hallom a világot. Ez egy nagy adománya az égnek, hogy ki tudok ennyire kapcsolódni. De valószínűleg adománya a helynek is. Mind annak, ami ebben a szobában található. Ezek a falon lévő fekete-fehér színben színpompázó, helyesen mondom, fametszetek, Gyészabó Béla barátomnak a művei, van vagy jó pár belőle itt. Szintén ezt az írást, szinte azt mondhatnám ékírást sugallják nekem, mégpedig úgy, hogy a fa lemezre, amiből van nekem egy kis lemezdarabom, fa lemezdarabom, és van hozzá egy vésőm is, ki lehet vésni mindazt, amit fehérnek fogok majd gondolni a későbbi rajzon, és benne hagyni azt, ami később fekete lesz. Ez jelképes is, és szimbólum is számomra, hiszen a fehér papíron fekete ironnal írom, akár ceruzával, akár valamilyen tusfélével a partitúráimat, az a fametszetekre emlékeztet, sőt, egyenesen fametszet jellegűek is ezek a partitúrák. Csak hogy éppen nem vésőt használok, hanem a képzeletemmel mélyítem ki a fehér részeket, és töltöm meg feketével. Ez számomra nagyon fontos. Ezt értem én igazából az alatt, hogy környezet. A környezet hatása. Mi mivel van együtt? Tehát ezek a fametszetek, amelyek a falon ott láthatóak, és ez meglepheti azokat, akik tudják, hogy én csak színes képeket csinálok, kivéve egy-két fekete-fehéret, ebből egy látható itt mellettem is. És meglepheti azokat, hogy ezek ennyire fontosak, de fontosak, mert én is fametszeteket készítek a partitúráimmal. És végeredményben a gépelt oldalak is, amiből nagyon sokat írtam le, több ezer oldalt gépeltem le a zenéről írva állandó jelleggel, és a zene kapcsolatáról esetleg a zenén túli világokkal is, tehát nem csak a zenével kapcsolatban, hanem a zene mögött meghúzódó paranormális világokkal való kapcsolatáról is a zenének. Nos, ez az a bizonyos környezet, amit képzeletemben mind nagy betűvel szeretnék leírni. Március 12-én születtem, 1935-ben, és ez a dátum abból a szempontból jelentős számomra is, hogy ez Szent Gergely pápa napja, a tanításé, a tanítómestereké. Egyáltalán mind azt jelenti, ami valamilyen összefüggésben, valamilyen formában összefüggésben van a pedagógiával, a tanársággal. Úgy is mondhatnám, egy picit talán túlozva is, ki tudja,
hogy tanárnak születtem. Sokan csak kizárólag tanárként ismernek. Azt a fajta másik énemet, amivel annyira belemegyek a zene költői világába, azt talán sokkal kevésbé ismerik az emberek az én személyes jelenlétem által, esetleg a műveim révén. De a tanárságomat, hát bizony, akár mondhatnám, hogy ezren felüli tanítvány, talán ki tudja, 2000 tanítvány, vagy még annál is több jelzi, és az a körülbelül 55 évi, 54 évi, tehát fél századnál hosszabb idő, amíg tanár voltam a kolozsvári zeneművészeti főiskolán. Ez mind hozzátartozik ahhoz a most már nagyobb értelembe vett környezethez, szélesebb környezethez, amiről beszéltem. Ez már, hogy úgy mondjam, az itteni négy falon kívül zajlott le, de Kolozsvár falain belül. Ezek a szép kolozsvári várfalak, ezt komolyan is kell érteni, mert valahogy a Kolozsvár varázsához hozzátartoznak ezek a falak. Ezek a falak egyáltalán nem azt jelentik, hogy bezártak vagyunk. Sokkal inkább azt, hogy ezek a falak átjárhatók. Kolozsvár titka, hogy a szellemi falai is átjárhatóak, mégpedig nagyon messzire átjárhatóak a világba. De a szellemi falak védik a kolozsvári szellemiséget, és ezt a kolozsvári szellemiséget szívtam magamba, és adtam tovább tanárként mindenkinek, aki hozzám került az életbe. El kell mondanom, hogy a tanárai közül Bartók igazából az egyik legnagyobb tanárom. Tőle tanultam szinte majdhogy nem mindent. 12 évesen fedeztem fel magamnak, de már 10 évesen, akkor, amikor a halálhírét hallottam az Amerika hangja közvetítésében rövid hullámú recsegő rádióadón, és hogy úgy mondjam, lélekben jelen lehettem a Bartóki temetés, Bartók temetésén, a Bartóki gondolat az, ami egész életemben minden formában megnyilatkozott. Ezért is mondtam, amikor átvettem a Bartók díjat, hogy Bartók az apám.